Dolgoznak az önkéntesek, szórólappal látják el a bevásárlóközpontba érkező vásárlókat, és kedvesen kérik, hogy adományozzanak, ha tehetik. A beiskolázás ugyanis nem kis összeg, főleg ha több gyermek van egy családban, és még más okból kifolyólag rászorultak is. A Magyar Vöröskereszt Baranyavár megyei szervezete ezen szeretne segíteni. Tanszereket, iskolafelszereléseket gyűjtenek augusztus 23-án, 24-én több helyszínen is. A megye 6 áruházában gyűjtenek a munkatársaim és az önkénteseink. Ma pénteken 10-től 18 óráig, valamint szombaton szintén 10 és 18 óra között lesznek kint az áruháznak a folyosóján, valamint bent az áruházba, és ilyen kis szórólapokkal fogjuk megszólítani a lakosságot, hogy aki tud és szeretne segíteni, az egy-egy füzettel járuljon hozzá a hátrányosabb helyzetű családoknak a tanszer csomagjainak az összeállításához. Tavaly 500 adományozó segítségével 200 csomagot sikerült összeállítaniuk. Ez körülbelül 3800 apró tételt jelent. Ha idén is hasonló lenne a gyűjtés eredménye, akkor sikeresnek lehetne nevezni a teljes kétnapos akciót, teszi hozzá Udvaros Renáta, a Magyar Vöröskereszt Baranyavár megyei szervezetének igazgatója. Arra külön nagy gondot fordítanak, hogy valóban a rászorulók kapják meg az adományt. Minden évben ugye a szociális alapellátó szakszolgálat, a szociális irodákon keresztül kapjuk meg az első körös rászoruló családok részét. Tehát nem arról van szó, hogy most sógorkoma jó barát, ismerős látókörünkben lévő családok fogják megkapni, hanem akiknek már olyan a jövedelmi viszonya, ami ugye már a szociális irodáknak az ügyfélforgalmába esik. Tehát ők azok, akik idejében is számíthatnak ezekre a tanszercsomagokra. Szeptember első hetében szeretnék átadni a tanszercsomagokat az iskolásoknak. Akkor van az, hogy vannak a bázisiskoláink, ahol már látjuk, hogy esetleg jelzés alapján a pedagógusok részéről kik azok a szülők, akik nem tudták megvenni, és oda akkor konkrét csomagokat tudunk összeállítani és átadni az adott gyermeknek. A Makai úti a Budai Vámnál található a kertvárosi és még három vármegyei helyszínen zajlik a gyűjtés. A Baranya vármegyei Vöröskereszt várja a tanszeradományokat még 24-én szombaton.